Sziasztok! Krumhina Sándor vagyok, az Ausztatem Kft. Vezető szaktanácsadója, és ez a Közel Nulla, a szigetelési vlog. Több mint 5 éve tudjuk, hogy idén január 1-től változni fog a 7/2006-os TNM épületenergetikai rendelet. Ez be is következett, de nem egészen úgy, ahogy vártuk. December végén megjelent és hatályba is lépett egy módosítás, amelynek a legfontosabb eleme az, hogy az új épületek esetében a közel nulla követelményt nem január 1-től, hanem csak 2021. július 1-től kell betartani. Tudtuk, hogy idéntől csak közel nulla energiaigényű épületek kaphatják meg a használatba vételi engedélyt. És ugyan szerencsétlen volt, ahogy itt a közel nulla vlogon is beszéltünk már róla, hogy nem a megszokott módon, az engedélyezési eljárás keretén belül ellenőrizték az épületek energetikai megfelelőségét, hanem kimeneti szabályozásként fogják ellenőrizni ezt a készépületet, de volt idő a felkészülésre, és épp elegen szóltunk is erről. Mégis, úgy látszik, túl sok projektnél nem lehetett, vagy nem akarták ezt betartani, és ezért kellett haladékot adni. Ironikus, hogy ez a visszalépés az Innovációs és Technológiai Minisztérium tollából származik. Kicsit olyan ez, mint amikor két amerikai süvölvény chicken game-et játszik, vagyis egymással szembe rohannak a kocsijukkal, és várják, hogy melyik rántja előbb a kormányt el. Hát ebben az esetben a kormány volt ez. Igaz, az elmúlt évek munkaerő ínsége sem tett jót a kivitelezési határidők betartásának, vagyis a tervezett átadás csúszásával sokan kerülhettek nehéz helyzetbe. De azok a felelős tervezők, kivitelezők, akik a tulajdonosok, bérlők érdekeit is figyelembe veszik, nem úgy gondolkodnak, hogy gyorsan, kapuzárás előtt még kipréseljük, ha sikerül, a gyengébb műszaki tartalmú épületet, ami aztán az új szabályozás hatályba lépésével rohamosan veszíteni is fog az értékéből, körülbelül úgy, mint egy új autó, ahogy kihajtunk az autókereskedés telepéről, azonnal veszít az értékéből. A módosítás csak az új építésű épületeket érinti, a felújításoknál nincsen változás. Van viszont a megújuló részarány tekintetében. Abban az esetben, ha a kötelező megújuló részarány, ami ugye 25%, teljesítése nem lehetséges, vagy nem gazdaságos, akkor ezt a részarányt megnövelt energiahatékonysággal is teljesíthetjük. Ez azt jelenti, hogy lakó és szállás jellegű épületek esetében az összesített energetikai mutató világítási energia nélkül nem haladhatja meg a 76 kWh per négyzetméter év értéket. Irodák és legfeljebb 1000 négyzetméteres hasznos alapterületű helyiséget magunkba foglaló kereskedelmi épületek esetében, itt már a világítási energiaigényt is beleszámítva, ez 68 kWh per négyzetméter év, míg oktatási épületeknél és előadó termeket, kiállító termeket jellemzően magába foglaló épületeknél ugyancsak világítással együtt 65 kWh per négyzetméter év a határ. Amennyiben hűtést alkalmazunk, mindhárom esetben 10 kWh per négyzetméter évvel megnövelhetők ezek a limitek. Bár a halasztás révén úgy tűnik, hogy a kevésbé gondos beruházók akadálytalanul megkaphatják a használatba vételi engedélyt, de sajnos megint csak azt mutatja, hogy a szabályok igazából azokat sújtják, akik azokat be akarják tartani. És az ügyeskedők lesznek megint előnyösebb helyzetben. De ne felejtsük el, hogy hamarosan a haladék is lejár, és mindannyiunk közös érdeke, hogy betartsuk az épületeinknek a közel nulla energiaigényét. Köszönöm a figyelmeteket! Ez volt a Közel Nulla, a szigetelési vlog. Sziasztok!